Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Száz Zoltán volnék. A mai videónkban engedjétek meg, hogy megint csak a csomagoknak adjuk a főszerepet, hiszen ugye tudjátok, hogy közeledik karácsony, és itt nem csak a kapott csomagokról szeretnénk beszélni nektek, hanem ugye Néla Mikulás hercegnőnk folyamatosan viszi a gyerekeknek az ajándékokat. Megkapták a Mikulás csomagokat, de ugye nem csak Mikulás van, hanem jön a karácsony is. Néla angyalka ebben is segítkezik, és folyamatosan hordja a gyerekeknek az ajándékokat. És engedjétek meg, hogy itt egy-két képet majd itt apa be fog vágni, hiszen tényleg nagyon sok ajándékot vittünk a gyerekeknek, nagyon nagyok az örömök, és ami részünkre is nagyon nagy öröm, az pedig az, hogy nektek köszönhetően 3 okos telefont is sikerül Néla angyalkának kézbesíteni a gyerekeknek. Így van, 3. Bocsánat. Így van, 3 nagy kijelzős okostelefont sikerült vásárolnunk, amelyeket igazándiból már át is adtunk. Igyekszünk a videókat úgy feltölteni, hogy még karácsony előtt mindezt láthassátok, láthassátok az alapítványnak a beszámolóját, úgyhogy sikerült a telefonokat átadni. Az édesanyukákkal utólag már beszéltünk is, a telefonok remekül működnek, nagyon nagy segítséget nyújtanak a beteg gyermekeknek, hiszen az egyik legfőbb tevékenységük igazándiból a kórházban fekvés időszaka alatt az az, hogy valamilyen multimédiás lejátszó eszközt használnak. Jaj, de szépen mondtam, igazából egyszerűen csak telefont. Igen, és ugye akiknek pedig nem telefont adtunk át, hanem játékokat, ők is nagyon-nagyon örültek, tényleg, hát szuperek vagytok ti is. Meg igazándiból szuper látni az örömöt a gyerekek arcán, amikor Néla angyalka kézbesíti az ajándékokat. Így van, a rengeteg ajándékot általatok tudtuk összekészíteni, általatok tudtuk megvásárolni, a telefonokat, a különböző felajánlásként jött összegeket, az alapítvány részére küldött csomagokba, különböző kreatív fejlesztő, készségfejlesztő. Foglalkoztató füzeteket, ugye ezekhez tényleg mindent lehetővé tettetek. Azért nem tudtam hirtelen mondani, hogy mit, mert igazándiból nagyon sokrétű mindig, amit ugye kapunk a csomagokba, és hirtelen nem is tudjuk elmondani, hogy mennyi minden az. Tényleg legyen csak egy kis apróság, egy szép kis figura, vagy valamilyen kis plüssállat, egy pléd, egy tisztálkodó eszköz, bármi. Igen, és ugye, bocsánat, hogy itt közbeszólok, ugye, amikor a képeket is kapjuk mi is a szülőktől, ugye ott is nem biztos, hogy láttok mindent, de higgyétek el, hogy amiket küldtök, átadjuk. Csak nem biztos, hogy pont minden kis apróság látszik, de hát nagyon-nagyon örülnek neki a családok, és ennél nagyobb öröm számunkra sem létezik. Azt hiszem, hogy tényleg Néla angyalka kézbesíti ezeket az ajándékokat. Valamint én meg szeretném említeni azt, hogy nagyon büszke vagyok mindenkire, aki mellettünk áll és támogatja az alapítványt és annak munkáját, mert ebből látszik egyébként a sok-sok fotóból, hogy igenis rengeteget dolgozunk veletek együtt közösen, és ennek van látszata. Tehát ti is látjátok, amikor például a Facebookra feltöltünk egy fényképet, vagy itt a YouTube különböző videóiban próbáljuk nektek mindezt bemutatni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a segítségeteket, mert egyébként ez általatok nem működne. Tehát a mi közös erőnk az bennetek van. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. Igen, és itt még engedjétek meg, hogy ezt azért még elmondjuk, hogy nem minden átadott csomagról van fényképünk. Igen. Ugye több csomag kerül átadásra, mint amiről fényképet is be tudunk mutatni. Ugye ennek megvan a miértje, de mi annak is nagyon-nagyon örülünk, amikor akár telefonon, vagy bárhol a gyerekek visszajeleznek, vagy a szülők, hogy megkapták, és nagy az öröm. Úgyhogy tényleg ezt is mindenkinek nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy az átadott csomagok után pedig engedjétek meg, hogy megint csak az alapítvány részére érkezett csomagokról beszéljünk. Itt lehet, hogy vannak is olyanok, amik már közben ugye megvan, hogy még hova mennek, mert ugye ezt is mondtuk, hogy még fogunk is vinni csomagokat. Ugye nálunk december 31-én, vagy hogyan kell mondani, nem zárul le.
az ajándékozás, vagy 24-én, bocsánat, hanem ugye folyamatosan visszük a gyerekeknek, a családoknak, hiszen tényleg az év minden napján szükségük van az ilyen családoknak a támogatására. Igen, talán valaki kérdezte is, hogy igen, az ünnepek végeztével ugye tovább fogunk gyűjteni, igen, tovább fog haladni az alapítvány munkája. Természetesen igen, tehát mi nem olyanok vagyunk, és most hadd ne mondjam, tudnék egy-két nagy alapítványt sorolni, de nyilván nem a mi dolgunk, nem csak decemberben jelenünk meg. Egyébként mi, amit elkezdtünk, nap mint nap csináljuk, mindaddig, amíg tudjuk. Tehát nem csak egy karácsony, nem csak egy húsvét, nem csak egy anyák napja alkalmából, hanem folyamatosan csináljuk veletek együtt. Igen, úgyhogy tényleg még egyszer engedjétek meg, hogy minden kedves felajánlónknak megköszönjük a támogatását, és azt is engedjétek meg, hogy mindenkit továbbra is arra buzdítsunk, hogy támogassa a Néla Daganatos Gyermekekért Alapítványt, mert ugye most mondtuk el az indoklást, hogy miért az év minden napján szükségük van ezeknek a családoknak a támogatásokra. Úgyhogy köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! És akkor az első csomag megint csak egy kollektív kis családtól érkezett, Krisztinától, Sanyitól, és a két gyerkőctől, Ákostól és Ádámtól. Ugye itt a gyerekek részére fiúruhácskákat tettek a csomagba. Arra is gondoltak, hogy ugye ott két fiú van, de küldtek kulacsokat, ugye? Igen. És ott is nem csak fiúsat, hanem akkor egy fiúsat, egy lányosat. Itt is már bemutatásra ugye nem tudnak ezek kerülni, mert már át is adtuk a gyerkőcöknek, hatalmas örömmel fogadták őket. Ruhákat kaptunk, tényleg kabátokat, sapkákat, mellényt, aminek hát tényleg szívből örülünk. És Nílácska részére pedig a fiúk díszítették ki azt a dobozkát, amiben érkezett ez a gyönyörűség. Már használatba vettük, úgyhogy ki kellett vennünk egy teamékes, ami éppen égett, szerettük volna bemutatni. Igen, itt azt hiszük, hogy megint a látvány, ami mindenért kárpótol, ugye, hogyha szavakkal nem is tudjuk leírni ennek a szépségét, tényleg már használjuk, gyönyörű, köszönjük szépen nektek, Krisztina, Sanyi, Ákos és Ádám, hogy ezt az ajándékot elküldtétek Nílácskának. Ezen egy gyönyörű pillangó van, ami kövekkel van kirakva, és a pillangó körül pedig tükör van. És ugye a hátulján, hogyha meggyújtjuk a teamécsest, akkor így a pillangónak a mintája kirajzolódik. Igen, próbáltuk felvenni sötétben, ahogyan így, úgyhogy reméljük a videó részletet azt láthatjátok. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Krisztináéktól ebbe a gyönyörű mécses tartóba illat teamécseseket is kaptunk, ami hát megmondjuk őszintén, hogy amikor megillatoztuk, hát egyenesen, tehát tényleg az jutott eszünkbe, ami rá van rajzolva, mézes kalács házikó van a dobozkán. Nagyon intenzív, nagyon erőteljes az illata. Egyébként meg kell, hogy valljuk, mi nem azt gyújtottuk meg, karácsonynak... Na. Kivárok. Jó. Nyertem egyet. Karácsony napján fogjuk meggyújtani, ugye, hogy legyen egy finom illat majd itt benne a szobában, úgyhogy majd érezni fogjuk a mézes karács illatot. Mi addig hagyományos kis teamécsest gyújtottunk meg ebbe a gyönyörű szép pillangó mécses tartóba. Igen, úgyhogy tényleg szívből köszönjük mindannyiótoknak ezt a hatalmas örömöt, amit okoztatok ezzel a gyönyörű ajándékkal. Így van, gyönyörű és finom illatos ajándék. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Következő csomagunk Ildi mamától és Benedek papától érkezett. Hát igen, Ildi mamáért megint csak kitettek magukért. Ugye a gyerekek részére készített mézes kalácsokat, amiket nagyon-nagyon szépen köszönünk, és ugye már mondtuk itt, hogy sok minden van, ami már nincs is meg, a mézes kalácsot is már átadtuk a gyerekeknek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a szülők a gyerekek nevében, tényleg nagyon kedves vagy, hogy ezeket a kis sütiket is ugye egyenként
kidíszítve, hát elkészítette. Igen, nagy munka. Igen, és képzeljétek el, hogy nem csak a gyerekek részére küldtek Ildi mamáik mézes kalácsot, hanem a részünkre is. Ugye itt megint csak apa producer be fogja vágni ezeket a képeket. Külön kapott apa, anya és Nílácska is. Hát... Níla, egyébként Níla tavaly is kapott Ildi mamától. Igen. Bocsánatot kérünk, de tényleg... Ildi mama már tavaly is küldött Nílácskának mézes kalácsot, amit el is fogyasztott. Ugye Níla szereti. Igen, köszönjük szépen, és azokat is, hogy tényleg egyedi mézes kalácsokat készítettél hármunknak, és az enyémen egy szívecske van, apáén csillag, és Nílácskáén is egy szívecske. Amiben... Nílája legszebb természetesen. Ugye bele van írva az ő neve. És a kis logóját is elkészítette Ildi mama. Nagyon-nagyon köszönjük tényleg, mert nagyon megható, és tényleg egyből az volt bennünk, hogy Nila tavaly hogy ette ugyanezeket a kis mézes kalácsokat. Tényleg szívből köszönjük, hatalmas meglepetést okoztatok nekünk Ildi mama és Benedek papa. És nagyon szépen rá van írva Nilának a neve, hogy nagyon ügyesek vagytok. Igen, köszönjük szépen, és képzeljétek el, hogy Ildi mamáék még külön megint csak kézzel készített karácsonyfa díszeket is küldtek Nílácskának, ugye itt is. Keményített horgolásnak nevezik. Igen. Most megtanultam. Igen, pont akartam mondani, ebből az egyiket be is mutatjuk. Igen, mert a többi egyébként kétdimenziós, viszont kaptunk egy különlegeset is, ami pedig... háromdimenziós, 3D hatású. Igen, elképesztő munka. Igen, ez egy tényleg olyan megint csak kézzel készített ajándék, ami megint csak önmagáért beszél, ez a szív. Hát nem tudjuk, hogy ezeket a technikákat tényleg ti hogyan csináljátok, de hát gyönyörű, és tényleg köszönjük szépen, hogy Ildi mama, ti is erre veszitek a fáradtságot, hogy ilyen gyönyörűségeket készítsetek Nílácskának. Köszönjük szépen, és nem csak ezt, hanem tényleg ezt az egész komplett ajándékot, amit tőled kaptunk. Nagyon szépen köszönjük. Következő csomagunkat Erikától kaptuk. Igen, Erika sem ismeretlen részünkre, számunkra, hiszen ővele is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy karácsonyra is küldtél nekünk csomagösszeállítást, ugye a gyerekeknek ruhácskákat, ebből is már került átadásra is a ruhácskákból, és ugye különböző kis édes kis sütiket, ugye van, ami ezek a direkt, ezek a kis karácsonyi hangulatot idéző kis teasütemények, amiknek nagyon-nagyon örülünk, és hát megint Erika is, mint nagyon sokatok, Nílácskának is küldött ajándékot, szépen becsomagolva, ide érkezett épségbe, kaptunk egy angyalkát, Nila angyalkát, amit hát köszönünk szépen. Megvan a kis helye, hogy hol tartózkodik ez az angyalka azóta is, amióta megérkezett, úgyhogy szívből köszönjük neked, Erika. És az angyalka mellett kaptunk, ha jól mondjuk, akkor mi úgy néztünk utána, hogy ez egy örök rózsa. Igen. Ugye? Dobozban van, ugye gyönyörű ez is. Ugye... Hogyha jól tudom, az egyébként élő. Igen, ugye? Élő, csak be van zárva egy dobozba. Igen, igen, igen. Úgyhogy tényleg... Szóval szerintem azt nem biztos, hogy kell nyitogatni, ja. Mert elhervad. Nem tudom, igazándiból most lehet, hogy butának tűnünk, de én nyitogattam, én belenéztem, meg úgyis fényképeztem le, de visszacsuktam. Igen. Hát örök rózsa valamiért dobozban van, elvileg úgy tovább tart. Igen, tehát egyébként nagyon szép, mert ki is van. Igen, és nagyon szép, mert ki is van díszítve, tehát van hozzá kis fenyő ág, kis moha, úgyhogy tényleg a komplett dísz doboz, hát gyönyörű, és tényleg köszönjük szépen, Erika, hogy ezt elküldted Nila részére, és itt megint csak kaptunk olyan ajándékot Erikától, ami hát hatalmas ajándék részünkre,
annyit mondott Erika erről az ajándékról. Nos, igen, én próbáltam ezt nektek többször lefényképezni, levideózni. A kamera egyébként annyira nem látja. Itt természetesen bemutatjuk, de azért próbáltam olyan felvételt készíteni, hogy valamit lássatok róla. Egyébként ez egy nagyon különleges pillangó, rengeteg pillangó van rajta, mint hogyha egy pillangó réten lennénk, és ott szádogálnak a pillangók. Egyébként élőben úgy látja a szemünk, hogy rengeteg van belőle. Igen. Ráadásul különböző, jaj, ez hogy mondjam, milyen dimenzióba hajni. Tehát eléggé, tehát a szemünket becsapja, és egyfajta térlátást igéz elő, viszont a kamera egyáltalán nem tudja azt megmutatni, mert én már próbálkoztam vele. Igen, és Erika annyit elárult nekünk, hogy egy véletlen folytán talált rá erre a könyvjelzőre, amire amikor ránézett, akkor azt mondta, hogy hát ezt nem hagyhatja ott, és ezt mindenképpen el kell, hogy küldjen Nyilának. Hát tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük, mert tényleg a pillangók, ahogy apa is mondta, egy hatalmas pillangó rét, tényleg nagyon szépen köszönjük, mert mi is úgy érezzük, hogy tényleg kifejezetten csupa nyílás ez az ajándék, igen, amit küldtél. Nagyon különleges, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És nem utolsó, te akartad mondani? Nem. De pont, mint a hallottam. Nyitottam. Akkor átadom. Nem, léci. De átadom. És még valamit kaptam. Most pont megint akartam mondani. Jó, akkor én most csak. Nem, én maradok csendben. Nem, most már te. És nem utolsó sorban, Erikától kaptunk még egy nagyon szép karácsonyi gyertyát. Hát igen, ez a látvány is megint csak, mint minden önmagáért beszél, ez tényleg egy gyönyörű kis karácsonyi ajándék. Karácsonyfával és ugye télapónak vagy mikulásos beöltözött kis állattal, amit természetesen, mint minden gyertyát, ezt is meg fogjuk gyújtani. Az vagy egy láma, vagy egy teve, puhú teve. Igen, nem mertem én se kimondani, hogy nehogy butaságot mondjak. De igen, én szerintem ugye? Láma. Igen, hát nagyon szépen köszönjük, tényleg nagyon különleges ajándékokat tudtok küldeni, és tényleg csak ezerszer köszönni tudjuk, hogy minden különleges ajándékol meglepitek Nyilácskát. Nagyon szépen köszönjük, Erika. Így van, köszönjük szépen, Erika. Na igen, nagyon örülünk annak, hogy jó a fény. Van természetes napfényünk, de a kutyák azok ugatnak rendesen. Tudom, igen, mondjátok, hogy nem probléma a fény, nem probléma, hogyha beszűrődik valami hang, minket egy kicsit bánt, de jelenleg így tudjuk megoldani a videózást, úgyhogy ez miatt ne haragudjatok ránk. Úgyhogy engedjétek meg, hogy ezután a vágás után tovább haladjunk a mi kis videónkkal, mert még van csomag, ami érkezett, mégpedig Krisztinától és családjától. Ugye a múltkori videónkban Katalinok voltak, most Krisztinák vannak ebben a videó összeállításban, úgyhogy itt Krisztinától és családjától kaptuk az a következő felajánlásunkat. Itt megint csak a gyerkőcöknek fiúruhácskákat küldött, kirakókat küldött, memóriajátékokat, kisautókat, hátizsákot, focis lámpát, aminek tényleg nagyon örülünk, hiszen megint csak olyan ajándékok, amik tovább adva a gyerekeknek hatalmas örömet tudnak okozni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük Krisztinának és családjának az alapítvány részére küldött felajánlást, és nem utolsó sorban Nyilácska részére is, hiszen Nyilácska karácsony fájára kaptunk tőlük ajándékokat. Itt nem csak a fára, hanem a fa aljába is kaptunk egy angyalkát, egy gyertya angyalkát, mellé egy porcelán angyalkát is, aminek hát nagyon-nagyon örülünk, és természetesen ugye
mint már régebben elmondtuk, Nílácskának, Níla karácsony fáját fel fogjuk díszíteni, és szeretnénk körberakni azokkal az ajándékokkal, amiket Nílának küldtetek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. És az egyiket, illetve kettőt engedjétek meg, hogy be is mutassunk ezek közül az ajándékok közül. Na igen, ezt is próbáltam valahogy fényképezni, videózni, igen. És nem tudom visszaadni. Egyébként ez egy gyönyörű szép fehér pillangó, amin különböző, tehát amin található ezüst csillogó, ezüst csillám, végig be van borítva, és nem tudtam megcsillogtatni a felvételen. Igen, ugye tényleg Nila is nagyon-nagyon szerette a csillámokat, hiszen több videójában is láttátok, hogy a csillámokat a szlájmok elkészítésénél, összegyúrásánál nagyon-nagyon szerette használni, és hát nagyon szépen köszönjük. Ezt is fel fogjuk akasztani, ezt a díszt, és tényleg gyönyörű a csillogás. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És szeretnénk nektek még egy ilyen kis díszt bemutatni, ami hát hatalmas szépséggel bír. Aprócska, viszont mégis hatalmas. Nekem kifejezetten tetszik. Nemrégiben kaptunk egy hasonló lézer technológiával vágott fa dobozt, amin még állatkák is voltak, és tudjátok, talán emlékeztek rá, örökmécses lehet behelyezni a közepébe. Szerintem ez ugyanazzal a technológiával készült, egy gyönyörű szép fenyőfa. Igen, és tényleg apró és gyönyörű maga a kimunkálás, olyan aprólékos, hogy nagyon-nagyon elnyerte a tetszésünket, úgyhogy szerettük volna ezt is bemutatni, és természetesen nem csak ezeket, amiket bemutattunk, hanem a többi dísznek is nagyon örülünk. Ugye ott van benne olyan, ami nem pont kifejezetten a karácsony fára szánt ajándék, hanem ugye felakasztottuk az ajtó fölé, úgyhogy ezeknek is nagyon-nagyon nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen a segítségedet. Köszönjük szépen. Szívesen. Következő felajánlásunk Máriától és Judittól érkezett, akiknek nagyon-nagyon szépen köszönjük őnekik is, ugye ez már nem az első felajánlásuk. A gyerkőcök részére ruhákat, kabátokat, kesztyűket tettek ebbe a csomagba, és külön élelmiszereket is, rágcsákat, édességeket, teákat, amiknek hát tényleg nagyon-nagyon örülünk. Még egy nagy zacskó cukorka is van benne, ugye, ami ugye egyesével el tudjuk osztani úgy, hogy mivel egy sterilen be van csomagolva, tehát ugye van egy főzacskó, és a főzacskón belül kis zacskókban vannak a cukorkák. Igen, köszönöm szépen megint csak a segítséget. Igen, és még kaptunk, ha jól mondom, akkor gluténmentes csokikat is, amiknek megint csak nagyon örülünk, hiszen van olyan kis betegünk, aki ezeket fogyaszthatja, úgyhogy szívből köszönjük, és ezúton szeretnénk megköszönni Máriának a részünkre küldött felajánlását is. Nagyon szépen köszönjük, kaptunk tőle finom teát. Szerintem az kávé volt. Igen, elrontottam, bocsánat, igen. Kaptunk tőle finom kávét, aminek nagyon-nagyon örülünk. Úgyhogy köszönjük szépen Máriának és Juditnak a felajánlásukat. Nagyon szépen köszönjük. Videónk vége felé érkezve pedig engedjétek meg, hogy egy utolsó meglepetést is bemutassunk nektek, amit Eszti készített saját kezüleg. Ez megint csak egy magáért beszélő, tele aprósággal, különböző, tényleg olyan díszekkel, ami hát megint csak igazi kis Nílás. A rajta ül egy kis manó, körös-körül vannak különböző, tényleg olyan apró kis mozzanatok, amiket megint csak, mint a manóháznál. Nem igazán szeretném egy kézzel forgatni, mert lehet, hogy lepottyan, de készültem, úgyhogy van felvétel róla. Igen, hát szívből köszönjük ezeket a kis apróságokat, amiket körbe-körbe ragasztottál Eszter, mert tényleg hatalmas öröm, és nagyon-nagyon szép lett. És egyébként hasonlóan tartalmasak, mint az előző videóban bemutatott manóházak, itt is rengeteg apróság van. Igen, tényleg képzeljétek el, hogy kis almáktól, csillagoktól, kicsi
toboszkákon keresztül tényleg mindenfélével feldíszítette Eszter, és hát gyönyörű, és természetesen meg fogjuk gyújtani, és Nilácskának fog égni ez a gyönyörű ajándék. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, Eszter, bocsánat. Semmi gond, köszönjük szépen. Engedjétek meg, hogy minden kedves családtagunk részére kellemes karácsonyi ünnepeket kívánjunk. Tényleg nagyszerűek vagytok, és reméljük azt, hogy ez a lelkesedés, ez a családi hangulat, ez továbbra is meg fog maradni, hiszen ugye a nagy családunknak az a lényege, hogy szeretetteljesek vagyunk így együtt, őszinték, együttérzők, amire azt hiszem, hogy ugye a karácsonynak is az a szelleme, a szeretet ünnepe, de a mi nagy családunk az egész évben, az év 365... Akartam mondani nálunk, igen, mindig karácsony. Igen, igen, tényleg, tényleg, úgyhogy szívből köszönünk mindent, és még egyszer kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk nektek. Ha esetleg érkezne még tőletek különböző csomag, amelyben karácsonyi díszek is vannak, kérlek emiatt ne csüggedjetek, ugyanis majd be fogjuk mutatni folyamatosan, viszont lehet, hogy az át fog csúszni mondjuk karácsony utánra. Igen, ez miatt tényleg akkor elnézéseteket kérjük, de ugyanolyan nagy örömmel és szeretettel fogadjuk természetesen minden felajánlásokat. Úgyhogy vigyázzatok egymásra, töltsetek el minél több időt együtt, és akkor kellemes ünnepeket kívánunk nektek ezúton is. Köszönjük szépen, hogy a mai videónkat is végignéztétek, várjuk továbbra is a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat, és a hozzászólások kommenteken felül természetesen a felajánlásaitokat is, amik lehetnek bármilyen formában, csomagformájában, anyagi formában. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy végignéztétek a mai videónkat is. Sziasztok, én Hajni voltam. Én pedig Száz Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok!